Amióta a kampuszt bővítették, nem jellemző, hogy a nyár végén az egyetemisták keresik a kiadó lakásokat a megyeszékhelyen. A városban a kiadó ingatlanok ugyanis magas áron futnak, a kollégiumi elhelyezésért pedig jóval alacsonyabb árat fizet a hallgató. Mindezt az egyik nyíregyházi ingatlanos hálózatnál mondták el. Szinte csak azt tudom mondani, hogy egy-két olyan egyetemista van, aki esetleg albérletet keres. Ezt is inkább úgy, hogy vagy ő, vagy a szülők vásárolnak egy lakást, és akkor egy-két társával közösen úgymond beköltöznek abba a lakásba. Főleg a korábbi devizahitelesek, akik elveszítették házukat, vagy akik úgy adtak el lakást, hogy nem tudtak tovább lépni, keresnek albérletet, ami most drága. Két évvel ezelőtt még ilyen 1000 forint per négyzetméter áron lehetett albérletet bérelni, tehát most egy számszaki példa, 50 négyzetméteres lakást 50 ezerért, maximum 50 ezerért tudtak az a tulajdonosok is kiadni. Ez most már azt kell mondjuk, hogy 1700-2000 forintot is megközelíti a négyzetméter árak. Az albérleti díj sokszor magasabb, mint egy lakáshiteltörlesztő, aki munkahely miatt jön a városba, inkább lakást vesz. Bő egy hónappal ezelőtt mutatták ezt a nyíregyházi ingatlant stábunknak. Megtudtuk, hogy a kisebb alapterületű 50-60 négyzetméteres használt lakások hamar elkelnek. Az ilyeneket befektetési céllal is keresik az ingatlanpiacon. Mindenféleképpen a felújítottabb jellegű ingatlanokat keresik, szigetelt társasházban lehetőleg műanyagi lezárósakat, ezekre van per pillanat a legnagyobb kereslet a piacon. Az albérletek a fővárosban a legkeresettebbek, de vidéken is, ahol vannak munkahelyek, van érdeklődés. A bérbeadók 2-3 havi kauciót is el szoktak kérni. Az ingatlan közvetítők arra hívják fel a figyelmet, érdemes írásos szerződést kötni a bérbeadónak és az albérlőnek is. A szerződésben fizetési határidőket, közüzemi díjak fizetési módjait is rögzíthetik. A vidéki nagyvárosokban kevesebb albérletet adnak ki, mint a fővárosban.